elindult 2 évvel ezelőtt egy kormányzati felhő projekt tervezése, ami, ha jól tudom, 28-án, tehát február 28-án zárul, mint egy 2.850.000.000 forint értékben. Ebben a projektben azt a célt igyekszünk megvalósítani, hogy egy egységes, központi infrastruktúra és alkalmazás szintű szolgáltatást nyújtsunk a költségvetési intézmények számára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki új informatikai alkalmazást szeretne fejleszteni, vagy a meglévő infrastruktúrát szeretné bővíteni, akkor nem kell közbeszerzések után szaladgálni, nem kell forrásért szaladgálni, hanem egyszerűen a NISZ által létrehozott kormányzati felhő rendszerből kapja meg a szükséges támogatást. Ez lehet infrastruktúra szint első körben, illetve második körben alkalmazás szintű támogatás, illetve szolgáltatás. Mindenképpen szeretnénk azt elérni, hogy ezen a rendszeren keresztül megszűnjön az a nagyon régi gyakorlat, hogy ahány intézmény, ahány ötlet, annyi egyedi informatikai fejlesztés és ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés valósul meg. Ha központosítjuk azokat a fejlesztéseket és projekteket, amelyek alapesetben külön szálon futnának, vegyünk egy egyszerű példát, 10 intézmény 10 alkalmazást fejleszt, ami 10 infrastruktúrát igényel elkülönülten, ennek természetesen a backupjával, a tartalékrendszerével, ehhez kapcsolódó egyedi fejlesztésekkel, akkor az időben, ha minden optimális, egy átlagos 2 éves életciklust feltételezve is nagyon-nagyon elhúzódik. A különböző alkalmazások közötti átjárhatóság, együttműködési szint minimális, és a költség szint az pedig a lehetőségek maximumához közelít. Egy jelentős mértékű állami informatikai projekt átlagos értéke az 1,5–2 milliárd forint között van. Ehhez képest az új rendszerben az intézményeknek a NISZ által nyújtott, biztosított infrastruktúrát kell majd használni. Ez alapvetően az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésekre, azaz a fejlesztések zömére lesz igaz. Ebben a projektben mondanék néhány adatot, összesen 6600 CPU mennyiséget vásároltunk, ekkora kapacitást építettünk ki, 45.000 gigabájtnyi RAM kapacitással rendelkezünk, és egy 580 terabájt mértékű adattárolási kapacitással. Ennek a jelentős része az intézmények részére kerül majd kiajánlásra. A kapcsolódó költségek vonatkozásában szeretném azt kiemelni, hogy rengeteg árérték alapú elemzést végeztünk. Mi a mi költségszintünk egy ilyen kormányzati felhő esetében, és mi a piaci költségszint. Arra meglepő eredményre jutottunk, hogy mi nagyjából 25%-áért tudjuk azt a szolgáltatást nyújtani, ami ma a piacon kapható. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen olyan szám és olyan eredmény, amire mindannyian büszkék lehetünk. És Magyarország az első ország az Európai Unióban, amelyik ilyen felhőszolgáltatást kormányzati szinten ki tudott építeni. Ez egy olyan új technológia, egy olyan új megoldás, ami nem létezik jelen pillanatban más európai országban. Ezen keresztül egy olyan új megoldásrendszert igyekszünk kiépíteni, ami piacvezetővé emel bennünket, nem csak a közigazgatásban, hanem azt gondolom a piaci szolgáltatások terén is. Amellett, hogy ez a beszerzésünk is rendkívül költséghatékony módon zajlott, és az előbb hallható mennyiségeket meg tudtuk vásárolni, fel tudtuk építeni ezt a szolgáltatást infrastruktúra oldalon. Lehetőséget biztosít arra, hogy a következő években bővítsük, illetve olyan alkalmazás szinti szolgáltatásokat nyújtsunk rajta, amelyek akár klasszikus informatikai alkalmazások kiépítésével, akár mobil alkalmazások megvalósításával járnak. Köszönöm szépen!